és akkor indul el. Jó. Elvileg. No. Igen, most már fenn vagyunk a Facebookon. Szeretettel köszöntök mindenkit, és arról fogunk beszélgetni ma este, hogy mit szeret, ki mit szeret az MLM-ben. Ami nagyon különböző lehet, és azt gondolom, hogy a sztereotípiákat most egy picit félre fogjuk söpörni. Hadd kezdjem én azzal, hogy addig picit a többiek is bemelegesznek, bemelegszenek, ez a helyes. Bocsánat, van egy kis lámpalázom itt élőben. Szóval én két dolgot szeretek benne, egyrészt azt a tevékenységet is szeretem, hogy én nagyon szeretem az ilyen aprólékos, pepecselős dolgokat, mint például a kereső optimalizálás, amikor meg kell tudakozni azt, hogy ki mit keres a Facebook, vagy a keresőkben, milyen sok konkurencián van, mit lehet találni azon a kereső szón, amikor valaki beírja, és nekem olyan nagyon jó kis, ilyen kis beállítgatós, kis utána nézős, aprólékos munka. A másik pedig én a reményt szeretem. Tehát én sem élek még meg abból, hogy hálózatépítés, nekem is van egy alkalmazotti állásom, ahol 11-13 órát dolgozok általában minden nap, de olyan jó arra gondolni, hogy ez nem a vég, tehát én nekem van egy reményem arra. Így el szoktam gondolkodni, hogy a többi sofőr kollégám valószínűleg csak abban reménykedik, hogy majd egyszer nyugdíjas lesz, és az wow, milyen jó lesz. Ez sokkal jobb. Akarsz mondani rögtön mindjárt valamit? Nekem is hasonló, hogy amikor kijöttem ide Ausztriába, és nem beszéltem németül, akkor takarítottam, meg konyhalánykodtam, meg szobalánykodtam, és egy percig se voltam elkeseredve, mert tudtam, hogy csak egy bizonyos ideig tart, hogy amit csinálsz, és nem annyira szeretnénk kell valamivel keresni, azt be tudod fejezni még hamarabb, mint a nyugdíj. Szeretem az MLM-ben, hogy ez nekünk Zolival a közös gyerekünk. Ugye neki is van két gyereke, nekem is van két gyerekem, de ez az a DXN, az az MLM, amivel mind a ketten nagyon szívesen foglalkozunk, és kört teszünk, együtt sétálunk, és az mindig egy jó alkalom arra, hogy olyankor is stratégiázzunk, meg megbeszéljük az üzleti dolgokat. Vagyunk, meg azzal is foglalkozunk, amit mind a ketten szeretünk, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez minket közelebb hozott egymáshoz. Abszolút, hadd adjam át a szót mindjárt Erikának, hogyha nem baj, mert ő következik itt fölül nekem a felső sorban. Akkor Erika, kapcsold be a mikrofonodat, és úgy mondjad, légy szíves, hogy te mit szeretsz. Bekapcsoltam, sziasztok! Hogy én mit szeretek az MLM-be? Hát először is tudjátok, hogy pedagógus vagyok, és úgy zsigerből imádok a közösség közepében lenni, tehát ez az egyik, amit nagyon szeretek benne, hogy nem tagadtam meg a saját szakmámat, hiszen én is, úgy, mint Zoli, ugyanúgy úton vagyok, úgymond, tehát még bőven a út elején tartok, és én is közalkalmazottként próbálok fennmaradni, és nekem az MLM azt jelenti, hogy nagyon sok új emberrel, sok értékes emberrel találkoztam, ismerkedtem meg, és ami a másik nagyon fontos számomra az, hogy egy hihetetlen személyiségfejlődésen mentem át. Korábban sem panaszkodhattam, hogy nem tudok beszélni, szerintem ez pedagógus betegség, de most valahogy egészen megváltoztam. Tehát sokkal nyitottabbá váltam, sokkal befogadóbbá, és ez a rengeteg új info az engem úgy ösztönöz, inspirál, nagyon szeretem csinálni. És még egy dolog van, amit megint nagyon, nagyon szeretek, és ezt is az MLM-ben való munkámnak köszönhetem. Megtanultam olyan applikációkat, olyan módszereket, olyan technikákat a számítógépen, az internetes világban, amiről korábban, hát finoman szóval lövésem se volt, de megtanultam a képszerkesztéseket, megtanultam azt, hogy hogyan kapcsoljak össze
oldalakat, hálózatokat. Éppen mai friss élményem az, hogy a saját oldalamat, a személyes profilomat át tudtam alakítani, üzleti profilát, megtanultam, hogy kell majd kezelni. Tehát az, hogy csolyak össze. Az, hogy... Tehát minden nap újat tanulok, és ez valami hihetetlen jó benne. És mellesleg hát próbálunk egy kicsit, ugye, egy kis plusz jövedelmet teremteni, illetve hát a célunk az, hogy itt a Sárréten, ahol mi élünk, egy egészséges életmódot követő és valló erős közösséget tudjunk építeni. Én ezt szeretem benne. Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon jó volt, ez nagyon jó volt hallani. Katrin, nálunk te vagy a következő itt a felső sorban, mondd el te, hogy te mit szeretsz ebben. Igazából, ahogy ti is mondtátok, még én is dolgozom napi 5 órában, és amikor dolgozom, nekem mindig jár az agyam, hogy miként, hogyan valósítsam be a DX-en ugye az életemet, mert ugye nekem is vannak álmaim, mint mindenkinek vannak álmai. És nekem is ez ad erőt, hogy túléljem azt az 5 órát, az a nagyon-nagyon sok 5 órát, hogy igen, én látom az alagút végét, a fényt látom az alagút végén, hogy nekem nem kell 40 évig dolgoznom, Úristen, ki se bírnám, hanem nekem van egy ekkora kincs a kezemben, amiért, hogyha beleteszem most a legelején a munkámat, akkor... nem kell 40 évig úgymond gürűznöm, és ez nekem nagyon-nagyon fontos. És valóban az, hogy szabadságot jelent nekem, és biztonságot, hogy egy ekkora céghez tartozhatom, és nem mindegy valóban, hogy milyen cég is az, amiben benne van az ember. Ez a DX-en ugye egy globális nagy család, és itt mindenki sikerének örül, és nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt mindenki mindenkinek örül. És valóban az, hogy a saját álmainkat tudjuk bevalósítani, és mások életét is megváltoztatni, és másokat sikeressé tenni. Szerintem ez a legfontosabb, hogy nem csak önzőek legyünk és saját magunkra gondoljunk, hanem mások álmait is bevalósítani, és szerintem ez a legfontosabb, hogy mások életére is hatással tudjunk lenni. Szerintem ez hogyha nem lenne az MLM, ez másképpen nem is valósulhatna meg. Nekem ennyit jelent az MLM rendszer, hogy saját önmagam tudok lenni, és a saját álmaimat tudom valóra váltani ezáltal. Mert egy eszköz van a kezemben, úgymond. Köszönöm szépen. Köszönjük. Mi is köszönjük. Akkor Zsolt, ugorjunk Romániába. És most Zsolt, hogy halljunk téged, hogy te mit szeretsz benne. Azt szeretem az MLM-ben, hogy nagyon sok normálisan a gondolkodó embert ismerhetek meg bennetek, és olyan teljesen másképp látjátok a világot, mint azok, akik nem foglalkoznak MLM-be, hogy nincsenek ebben benne. Igenis az MLM egy olyan lehetőség, ami hosszú távon biztosítja a bizonyunk számára, benne vagy is ezzel dolgozni a hosszú távon anyagi értékesítésünket. Mi már megtapasztaltuk több mindent, amint voltunk alkalmazottak, én ennek egy magánvállalkozást működtetünk, és mind az alkalmazott, mind pedig a kisvállalkozói vélet az eléggé fogyodalmas. Úgyhogy egyedül szerintem az MLM az, ami kiemelheti az embert, és biztosítja azt a jövőt, amit szerintem minden ember megérdemel el hosszú távon. Nagyon csodálom például azokat, akik már elérték a kötelességet az MLM-ben, és szerintem azok is egy példa számunkra, hogy ilyen is lehetséges. Ilyenis nézen is vannak ilyen példaképek, akik már elértek egy bizonyos szintet, és azokat mindenképpen nekünk születünk el. Úgyhogy én hiszem az MLM-ben, és szerintem ha egy jó pár embernek már sikerült, akkor minden sikerült. Tehát hozzak egyik azt a mindenki munkát, és meg kell tanulni azokat a módszereket, amiket mások megtanultak már előttük járnak. Jó, köszi szépen, és hadd kérdezzem meg Erzsikét, hogy te mit szeretsz az ember? Mi hátad meg? Sziasztok! Szóval, hogy mit szeretek az MLM-ben? Elsősorban azt, hogy fejlődni lehet.
Én annak idén, amikor bekapcsoltam a DX-enhez, nagyon-nagyon keveset tudtam, online ismereteim szinte nem voltak. Olyan szinten indultam, hogy el tudtam olvasni az e-mailjeimet, és ennyi. Mindenféleképpen ahhoz, hogy valaki érvényesülni, tehát haladjon előrébb, mindenféleképpen tanulnia kell. Aztán ki kell, hogy lépjen a komfortzónáján kívül. Ma, hogyha begubódik, nem tud több embert megismerni, és nem épít egy olyan csapatot, amiért érdemes dolgozni tulajdonképpen. Nekem például mai nap nagyon jó volt, amikor felhívott a munkatársa, és jobban nem is hívott fel, messengeren írt egy munkatársa, mert ő dolgozik, hogy Erzsike, SOS-be rendeljél. Tehát ezekért érdemes csinálni, amikor vannak ilyen munkatársak alattak, hogy megkeresnek és segítséget kérnek, és úgy, hogy kérek olyan segítség, ami tényleg úgy felspanolja az embert, hogy érdemes csinálni. Köszi szépen! Köszi szépen! Köszi! Jó, akkor Judit, kérdezhetlek téged is? Igen. Sziasztok! Szia! Én először is azt szerettem legjobban az MLM-en, hogy el tudtam indulni. És milyen klassz, hogy lehetett egy egyszerű, végülis csak egy laptop kellett hozzá. Tényleg így indultam el online. Milyen klassz, hogy nem kellettek ehhez óriási dolgok. Mert ugye milyen jó, hogy van egy háttérország ő hozzá, és jó az MLM-ben, hogy ugye ők szállítják a termékeket, ők adják a webáruházat, és annyi sok mindent biztosítanak, és akkor nekünk kell hozzáadni bizonyos dolgokat. Ugye legjobban a marketinget. És ez nekem nagyon tetszett, hogy így, hogy fejlődtem és haladtam ugye az online marketingben, én is megtanultam egy csomó mindent, és ugye nem csak tanultam, hanem alkalmaztam, csináltam a gyakorlatban is őket, és ezzel elindult a vállalkozásom, és lépésről lépésre meg lehetett ezt valósítani. Annyira tetszik az, hogy nincsenek így országhatárok, hanem hogy a világon bárhol tudjuk építeni az üzletünket. Tényleg lehetőség van arra, hogy egy óriási nagy nemzetközi hálózatot építsünk fel. De számomra szerintem óriási nagy lehetőség, mert ugye hány ember tudja, vagy egy hagyományos vállalkozásnál ez szinte elképzelhetetlen, hiszen minden országban meg kell, hogy szerezd az engedélyeket, kellene alkalmazottok, meg eljutatni a termékeket, és ezt, mivel nekünk van egy nagyon jó háttérországunk, ezt mindezeket megvalósítják nekünk. Úgyhogy nekünk az a lényeg, hogy elérjük az embereket bármilyen országban, és ugye találjunk egy közös nyelvet, amin tudunk kommunikálni egymással. Tehát a határtelen lehetőségek, ez az egyik, ami nagyon tetszik. És ami persze szuper, hogy tényleg úgy tudunk építeni egy nagy hálózatot, hogyha van egy csapatunk. Csak ugye mindenki a saját vállalkozását építi, és ugye nem tőlünk függ minden, már az első lépéseket mi tesszük meg, mi ültetjük el a magokat, de utána ez egyre jobban, mint ugye, hogy a fa gyökere is így szerte ágaznak, és utána már kikerül a kezünkből a kontroll, és nem csak rajtunk múlik minden, hanem mindenki építi tovább a saját hálózatát, és az elképesztő módon nagyra tud nőni és fejlődni. Így persze nagyon sokat számít, hogy milyen csapattársakat találunk, nekik milyen álmaik vannak, és őket mennyire tudjuk segíteni ezen az úton. De épp ezért nagyon klassz, hogy benne van ugye a passzív jövedelem lehetősége is, mert valóban megadja ezt számunkra, hogy nem kell állandóan dolgozni, nem kell állandóan beletenni magunkat, hanem vannak olyan időszakok, amikor ez már tényleg önállóan magától is működik. És ami a legjobb benne, az tényleg az emberek. Csak akkor ránézek a magyar csapatomra, annyi nagyszerű embert ismertem meg az évek alatt, és nagyon jó barátaink is lettek. És azt is tudom, hogyha bármire szükség lenne, annyi mindenkire számíthatnék, de ugyanezt viszont annyira jó, hogy tudok nekik segíteni, tudok segíteni az ő fejlődésükben. De aztán, amikor megismerünk minél több őt is nemzetközi szinten, más országokban is, és ugye amikor megyünk külföldi utazásokra is, akkor tényleg elképesztően kitárul a világ. Azt gondolom, hogy ezeket az embereket soha nem ismerhettem volna meg, hogyha nem döntök úgy, hogy ebbe az üzletbe belelépek, és itt fogok üzletet építeni. Úgyhogy nagyon sok jó emberi kapcsolatot is köszönhetek neki. Köszönöm szépen! Ja. Én köszönöm, hogy elmondtad, mert az MLM-ről azt szokták mondani, hogy mi egymáson élősködünk meg az ismerőseiken. Milyen borzalmas dolog ez ahhoz képest, hogy pont az ellenkezője igaz. Akkor én most Szabolcsot kérném szépen, hogy
mint Európa második legmagasabb üzleti szintű DX-en, akkor mondjad el, hogy te mit szeretsz az MLM-ben. Nagyon köszönöm, hogy megszólítottatok, és én is részese lehetek ennek az élő Facebook közvetítésnek. Ez egy nagy premier egyébként, és először is gratulálok ahhoz, hogy elindítottátok ezt a sorozatot, mert azt gondolom, hogy nagyon értékes, és rengeteg embernek tudtok őszinte és igaz véleményt formálni az MLM-ről. Én 10 évvel ezelőtt csatlakoztam a DXN üzlethez, de nekem már volt MLM tapasztalatom, mert ilyen 25-26 évvel ezelőtt, ugye nagyjából így a születésem után nem sokkal az MV-ben részese voltam, és én megizleltem akkor azt, hogy milyen szabadságot lehet elérni. Én találkoztam olyan emberekkel, akik élték az életüket. Én szintén pedagógus vagyok, és látom, hogy így a szakmából többen vannak az MLM-ben. Talán nem véletlen, mert aki egyszer arra teszi fel a voksát, hogy embereket tanít, az nagyon könnyen megérinti az MLM, hiszen itt is emberekkel foglalkozunk, és azt mondom, hogy sokkal, de sokkal többet tudunk adni, mint egy iskolába tanítás. És talán ez az egyik, amiért én mindenképpen ragaszkodtam, és amikor a DXN-t megismertem a küldetését, megismertem az etikai és erkölcsi vonalát, megismertem a filozófiáját, akkor én egy percig nem gondolkodtam azon, hogy a DXN-hez csatlakozzak. Az már más kérdés, hogy üzletileg egy kicsit később indultam el, de amit én gondolok ma az MLM-ről, hogy az egyetlen olyan igazi szabadságot adó vállalkozási forma, amiben élheted az életed, és tegnap nagyon-nagyon jó volt, és nagyon jól esett, amikor a filmet megkérdeztem arról, hogy miért kezdte le az DXN-t, és egyszerűen csak annyit mondott, mert látta az életünket. És tényleg mi jó pár éve elértük azt, hogy a Tündi egy multicég vezetői pozíciójából, mindig ezt mondjuk 0-24-ben együtt vagyunk, de tényleg nagyon igaz az, hogy együtt tudjuk megélni az örömöket, együtt tudjuk megélni a sikereinket, a boldogságot, minden rezdülését, és megengedhetjük magunknak azt, hogy májustól októberig leköltözünk a Balatonra, ott élünk, onnan rendezgetjük a dolgainkat, és ez hihetetlen szabadságot ad. Tehát egyrészt pénzügyi szabadságot, de ami talán nagyon-nagyon fontos, hogy gondolkodásbeli szabadságot is. És fejszóval meg lehet mondani, hogy mit adott nekünk az MLM, és mit szeretnék másoknak is, akiknek én is ugyanúgy hirdetem az MLM igéjét, hogy azt megértsék, hogy a választás szabadsága lehet. Mert nem muszáj senkinek sem otthagyni a munkahelyét, ha nem akarja, nem muszáj változtatni az életét, hogyha nem akarja, de ha van egy MLM a kezébe, amelyvel passzív jövedelmet termel, akkor a választás szabadsága mindig az ő kezében marad. És talán ez a legfontosabb üzenet mindenkinek, aki ezt most hallja, vagy még nem köteleződött el, hogy vegye kezébe a saját életének választási lehetőségeit. Köszönöm. Mi köszönjük. Köszönjük. Nagyon jól megfogalmaztad. Köszi szépen. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki akar szólni. Most, igen. Eszter, Dóri Péter, Editke, ha a gyerekek épp nem telefonálnak. Vagy hogy Tündi, nem tudom, hogy esetleg ő is elmondja el a feleséged, Szabi? Mert látom, igen, hogy... egy helységben vagyunk, úgyhogy akkor én levettem a hangot, elmegyek, és akkor ő is el tudja meg. Jó. Jó. Okay. Csak kapcsoljatok kamerát, mert nem igen, látom. Tündinek kamerát kapcsoljatok, Léci. Na, kapcsolok mindent, nem tudom, hogy látok-e, hallottok. Igen. Igen, látunk. Igen, mi látunk, Tündi. Meg hallunk is. Hallunk is, úgyhogy mutatod nyugodtan. Jó, oké. Okay. Nekem mit jelent az MLM? Ez egy, mindig azt mondtam, és most is azt gondolom egyébként, hogy nem elsősorban a pénz, ami számomra fontos, mert hogy pénzt keresni nagyon sok mindennel lehet, és ezt én is bebizonyítottam, és nagyon komoly eredményeket értem el a DXN előtti életemben. De nekem, ami fontos az MLM-ben, és ami miatt itt vagyok, az az elismerés és az utazások. És talán a múlt héten fogalmaztam meg, és most
most is elmondom, hogy az egy nagyon nagy adékszembe, és ezért a munkáért megfelelő arányban elismerés, vagy pénzt, vagy jutalmat tudsz kivenni, és ugye minél többet teszel az asztalra, annál többet tudsz onnan elvenni. És az elmúlt évben mi tényleg nagyon sok helyen voltunk az üzlettel kapcsolatosan, vagy azért, mert vannak most már tudunk menni, megengedhetjük magunknak azt, hogy elutazzunk hozzájuk, és elmondás. Le vagyunk némítva? Le voltunk, csak most nem tudom, hogy akadozik a vonal, vagy már most befejeztem. Igen, mert egy kicsit akadt nálunk, tehát mi egy kicsit nagyon akadozva hallottunk. Nálam is. Aha. Nagyon akad. Jó van, ha van még valaki, aki szeretne szólni, akkor szóljatok, légy szíves, mert hogyha nincs, akkor a Facebooktól elbúcsúzunk most, és a további részt azt már csak a helyszínen jelenlévőkkel fogjuk megbeszélni. És mindenkinek nagyon köszönjük, hogy megosztottátok a pozitív tapasztalatokat és élményeket, és azokat az értékeket, ami miatt ti emellett tettétek le a voksot. Erre biztatunk mindenkit, hogy válassza az emelemet. Akkor szia Facebook! Sziasztok!